Üdvözlöm Önöket, az Öböl Televízió hír összefoglalója következik. Nézzük kiemelt híreinket először röviden. 170. hajózási szezon. A megújult Siófok katamarán átadásával kezdődött az idény. Nemzeti otthonteremtési közösség. A kormány 3 millió forinttal támogatja azt, aki a Nokot választja. Tavaszi hangulat. Sokan választották a hosszú hétvégére a Balatont. Hagyományosan a húsvét előtti szombaton került sor a balatoni hajózási szezon megnyitására. Idén a küllemében és funkcionalitásában teljesen megújult Siófok katamaránnal hajózhattak ki az érdeklődők. A megújult hajót Rogán Antal miniszter, Wiszman Mihály országgyűlési képviselő, Lengyel Róbert Siófok polgármestere és Kollár József a Bahart vezérigazgatója adták át a forgalomnak. Az ünnepélyes átadás után a katamarán a nagyszámú érdeklődővel áthajózott Balatonfüredre, ahol tiszti jelentéssel, zászlófelvonással fogadták a szezon első hajóját. A téli hónapok után a meteorológiai tavasz első napjaiban már is hajók álltak a siófoki hajókikötőben, indulásra készen. Elkezdődött a hajózási szezon hagyományosan a húsvét előtti szombaton. Erre az alkalomra sikeresen befejeződött a Balatoni Hajózási Részvénytársaság Siófok nevű katamaránjának felújítása is. 200 tonna acél, mely megújulva ismét működésre készen áll. A Balatoni Hajózási Vállalat vezetésének célja, hogy a társaságot tradicionális értékei mellett korszerű vállalattá alakítsák. A Bahart korszak alkotó időszakhoz ért, hangsúlyozta a vezérigazgató a hivatalos átadási ünnepségen. Az, hogy ma indul a 170. balatoni hajózási szezon, én úgy gondolom, hogy ez önmagában egy komoly esemény, és nagyon örülünk, hogy igaz, hogy megfeszített munkával, de erre a szezonindításra sikerült elkészülnünk a Siófok katamarán felújításával. Mintegy 150 millió forintból újult meg ez a hajó, és nagyon örülünk neki, hiszen hiányát szenvedtük az elmúlt években, így ebben a szezonban ez már főidényben is menetrendben tud hajózni, illetve rendezvényhajóként is tud funkcionálni. Nem minden évben tudunk hajót átadni, úgyhogy ez mindig egy nagyon nagy öröm számunkra. Rogán Antal miniszter kiemelte, hogy Balatonja csak a mi országunknak van, jellegzetes, egyedi tulajdonságaival. Létforma, nemzeti szimbólum, olyan érték, amit őrizni kell. A legfontosabb márka ma Magyarországon. Fejlesztésért közösen kell tenni, emelte ki. Nem lehet két külön stratégiát csinálni Veszprém megyében, meg Somogy megyében. Ebből az következik, hogy szükség van egy olyan szervezetre, amelyik ezeket összehangolja, de nem csak itt, hanem az ország egészében is az idegenforgalmat. Ezért hozzuk létre a Nemzeti Idegenforgalmi Ügynökséget, amelynek az élére egy kormánybiztost is állít a kormány. Az ő feladata lesz többek között kidolgozni az új Balaton márkát is. Szerintem, amit itt ma a Balaton partján egyértelműen el kell dönteni, az az, hogy milyen Balatont képzelünk el a jövőben, milyen embereket szeretnénk ide csábítani Európából, hányat, milyen szálláshelyekben gondolkodunk, a legolcsóbbakban, vagy esetleg annál kiemelkedőbbekben is. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a Balaton fejlesztése az úgy történjen meg, hogy ez a hagyományos balatoni építészeti és táj értékeket azokat tiszteletben tartsa. Azokat semmilyen körülmények között nem szabad megszegni. Akkor azt gondolom, hogy azok is jól fogják magukat érezni benne, akik itt élnek a Balaton partján. Az itt élők pedig, az én feleségem családja is itt él, tehát tudom, hogy nem az idegenforgalom minden szempontból az elsődleges. Azok azt gondolom, hogy egy jobb infrastruktúra miatt számíthatnak arra, hogy ezáltal élhetőbb is lesz egyébként a Balaton és a Balatonnak a környezete. A Siófok katamarán mintegy 30 méter hosszúságú, 8 méter magas, merülése pedig másfél méter. Különlegesség az utastérbe beépített két páncélüveg, melyen át a Balaton tiszta vize látszik. A katamarán teljes mértékben akadálymentesített. Így lehetővé vált, hogy a mozgásukban akadályozottak is feljuthassanak a felső fedélzetre is. A szezon első hajóútja a hagyományoknak megfelelően Balatonfüredre vezetett. A kikötőnél sokan várták az első hajót, tapssal köszöntötték. Keszthely, Siófok és Balatonfüred polgármesterei köszöntőjükben valamennyien az összefogás szükségességét emelték ki. Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke is üdvözölte a szezon nyitását. A balatonparti önkormányzatok felkészültek az előszezonhoz, a hátralévő időszakban elvégzik azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy a 2016-os szezon nagyon jó legyen, nagyon jó alapokra helyezzük, és nagyon boldog vagyok,
és köszönjük szépen a kormánynak, köszönjük a Balatoni Fejlesztési Tanácsnak, hogy lehetőséget biztosított számunkra, hogy itt a 300 milliárd forint, amit a Balaton térségében fejlesztési forrásként megcélzott, vagy megcélozhatunk mi balatonparti önkormányzatok, vállalkozások, hogy ezzel egy olyan lehetőséghez jutunk, ami egy óriási lökést adhat a Balatonnak, egy óriási lökést adhat a turizmusnak, és nagyon remélem azt, hogy 2016 végén azt mondhatjuk, amit 2015 végén mondtunk, jobb volt, mint az előző szezon, több vendég érkezett ide. Az idei szezon különleges évad lesz, hiszen 170. jubileumát ünneplik a balatoni hajózás elindulásának. A jeles évfordulós események tovább növelik e kedvelt turisztikai attrakció hírét és különleges értékét. A kormányzat több intézkedést hozott a lakásépítés és az ingatlanpiac növelésére. Ilyen célt szolgálna a Nemzeti Otthonteremtési Közösség intézménye is. Az eredeti tervet Áder János köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek. A ház még ezen a héten elfogadhatja azt. A javaslatot benyújtó Rogán Antalt erről is kérdeztük Siófokon. A Nemzeti Otthonteremtési Közösséggel kapcsolatosan nyújtotta be az országgyűlés elé a javaslatot. Mi ennek a célja és mi a további lépés most itt? Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy minél több új lakás épüljön Magyarországon. Ez a Nemzeti Otthonteremtési Közösség egy fontos segítséget jelent. Ezt a bankok nem szeretik, mert a bankok számára versenytárs. De hát szerintem azt már mindannyian megtanultuk, hogyha csak a bankok irányítják az országot, abból baj van. Ezért mi mindenképpen szeretnénk, hogy legyen egy olyan új hitelezési forma, amelyik azokat is lakáshoz tudja juttatni, akik nem bankhitelben gondolkodnak, a Nemzeti Otthonteremtési Közösség erre alkalmas. Államfő kifogásait azokat a kormány megfontolta, és az elnök úr kifogásait részben beépíti a törvénybe, illetve kormányrendeletekben kívánjuk kezelni, ezt elmondtuk az elnök úrnak is, hiszen azt gondolom nem kell minden törvényekben kezelni, minden törvényhez kapcsolódnak végrehajtási rendeletek is. A Nemzeti Otthonteremtési Közösség szerintem egy olyan új befektetési forma lesz, ahova azoknak, akik nem azonnal és nem rögtön kívánnak lakáshoz jutni, hanem vállalnak egy kis kockázatot is, azoknak mindenképpen érdemes befektetni és benne gondolkodni, de hát ezt tájékozódni kell. A kormány minden esetre 3 millió forinttal fog támogatni mindenkit, aki a Nemzeti Otthonteremtési Közösség keretén belül képzeli el az, hogy lakást és otthon teremt magának, és ezzel párhuzamosan igénybe vehető több más támogatás is. Gondolok például a csókra, vagy akár az állam által kedvezményesen támogatott bankhitelre. Szárnyaikat bontogatták a tehetségek. 14. alkalommal tartották meg a Ki mit tud vetélkedőt a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumban. Ezúttal is több Veszprém megyei iskolából érkeztek fellépők. A diákok bemutathatták, mennyire tehetségesek egy-egy művészeti ágban. Vers, énekzene és képzőművészet. Hatalmas a nyüzsgés a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tornatermében. Fellépők várják izgatottan, hogy sorra kerüljenek. A nézők, osztálytársak és barátok pedig türelemmel a műsort. A helyiek mellett Balatonfüredről, Veszprémből, Pápáról, Zircről, Zánkáról és Várpalotáról is érkeztek diákok, hogy bemutassák, miben tehetségesek. A résztvevők idén is nagy izgalommal várták, hogy 14. alkalommal is részt vegyenek a Ki mit tud vetélkedőn. Úgy gondolom, hogy a jelentkezők száma is azt mutatja, hogy igenis szeretnék a diákok megmutatni azt, hogy ők valami másra is képesek, nem csak a tanulásra. És rengeteg tehetséges gyermek jött el a rendezvényünkre, nagy örömünkre. Évek óta változatlan a zsűri, nem a tehetséget tekintik elsődlegesnek. A fellépők izgatottabbak ilyenkor. Lehet, hogy jobban is tudnak teljesíteni. Sokat számít a lelkesedés és a befektetett munka. Az Este Székelyeknél című művet fogjuk előadni. Én zongorán fogok játszani, az Andi pedig közben fuvolázik, és már körülbelül egy hete elkezdtünk rá készülni. Remélem, jól fog sikerülni. Több hónapja terveztük, próbáltunk is. Most egy hete próbáltunk többet. És miért pont azt játszátok, amit? Tehát ez egy ilyen közös döntés volt, így alakult, vagy volt valami konkrét oka? Ehhez volt megalkotta, és megegyeztük, hogy akkor ezt játszunk.
nehéz darab egyébként, tehát én nem nagyon ismerem. Hát én úgy hallottam, hogy a fuvola része nehéz, a zongora része sem könnyű, viszont szerintem nagyon szép lett végül. Ugyanez a véleményem, vagy? Vannak benne nehezebb részek, de eljátszható. Változatos előadások, széles repertoár. Főként zenei előadók álltak ki a porondra. Opera ária, slágerek, gitár kísérettel. A szavalatoknál saját vers is elhangzott. Túl nagy súly ezt elfogadni, eszméimmel együtt halni. Megdott bennem minden Isten. Ének, zene, tánc és vers mellett a képzőművészetben, amatőr és profi kategóriában is sokan versengtek. Az almádi gimnazisták egyéni és csoportos zenében, egyéb kategóriában és amatőr képzőművészetben jeleskedtek. Alsőrs negyed százada jelentette meg az első könyvet, s azóta folyamatosan elkötelezetten teszi ezt. Kovács Endre fotóművész Vöröskő című illusztris kiadványát a helyi művelődési házban tekinthették meg az érdeklődők. A könyvet dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság értéktár koordinációs megbizottja mutatta be. Minden településen van érték, mondta. Alsőrsön a Vöröskő és a Csipke került be a helyi értéktárba. Ismét egy sikeres izom- és tartásjavító program az egészségfejlesztési iroda szervezésében. Sokan élnek az ingyenes vízben tornázás lehetőségével. A foglalkozások heti rendszerességgel az egyik balatonalmádi szálloda uszodájában történnek. Sokan mozognak a medencében, különböző gyakorlatokat végeznek. Egyes feladatokat a vízi nudli segítségével. Kamrás Kinga, gyógytornász a medence széléről mondja és mutatja, mit csináljon a csapat. Lelkesek, mindenki végzi a kiszabott feladatokat. A vízi gimnasztika az aktív életmód mellett is hozzájárul az egészség megőrzéséhez. Egyszerre történik az izmok erősítése és lazítása. Emellett javítja a vérkeringést és jó hatással van a megfelelő szívritmus eléréséhez. Minden korosztálynak ajánlott. Az idősebbeknek egyszerűbb a vízben való mozgás. A fiatalabbaknak pedig maga a torna élménye. A szárazföldön ugye hat a gravitáció, itt a víz felhajtó erejével tulajdonképpen egy kicsit kikapcsoljuk a gravitációt, sűrűbb közeg lévén valósul ez meg. Az időseknek ez egy nagy könnyebbség, hogyha gerinc vagy ízületi fájdalmuk van, akkor a víz felhajtó ereje által könnyebben tudnak mozogni. Bori rendszeresen jár a heti egyszeri alkalomra meghirdetett vízi gimnasztikára. Azóta megszűnt a derékfájása. Könnyebb számára a mozgás és a kerti munka is egyszerűbb. Két évvel ezelőtt láttam az Öböl TV-be egy felvételt, és akkor kedvet kaptam, eljöttem a Zefibe, és mondták, hogy akkor ősszel indul a következő, úgyhogy 2014 ősze óta járok, ahogy működik. Nekem nagyon jó a gerincemnek, mert két éve vagy másfél éve egy kisebb gerincsérvet állapítottak meg, és akkor Sárváron az orvos javasolta, hogy a vízitornát, és hát azóta tényleg élvezem, és nagyon sokat számít. Egészségügyi hatása kiváló. Intenzitástól függően a szív- és érrendszeri betegségek is megelőzhetők általa. Minden izmot átmozgat és erősít, főként a gerinc mellettieket. Ez a tartást és az állóképességet is javítja. Az izmok erősítése a könnyed végtagmozgásokon keresztül történik. Akár traumás, akár reumatikus panaszokkal érkeznek a betegek, ez nagy segítség tud lenni nekik, hiszen a könnyebb mozgást eredményezi a vízben való torna. A foglalkozások az egészségfejlesztési iroda szervezésében év végéig ingyenesen igénybe vehetők a gerinctorna és stretching mellett. Húsvét vasárnapján az időjárás is a szebbik arcát mutatta. Az országos hírekben többször elhangzott, hogy megtelt az autópálya, aki csak tehette, elindult a Balatonhoz. Délután Balatonalmádiban, a Ligetben és a Móló környékén jártunk.
Kirándulók és helyiek használták ki a szép időt, sok sétálóval találkoztunk. Készül a vízparti selfie. A napsütés sokakat kicsalogatott a vízpartra. A bátrabbak még a lábukat is megmártóztatták a vízben. Fiatalabbak és idősebbek is kellemes kikapcsolódásnak választották a Balatonpartot húsvét vasárnapján. Voltak, akik sétálgattak, volt, aki az aktív mozgást választotta. A kacsák is jó szórakozásnak bizonyultak, de aki csak üldögélni akart a padon, az is megtehette azt a szép tavaszi időben. Az arra járók a szoborparkot is megcsodálták. Ilyenkor szinte nyarat idéző tömeg választja a Balatont egy tartalmas nap eltöltésére. Balatonalmádiban, de térségünk más vízparti területeinél is megjelentek a természetre vágyó turisták, jelezvén, hogy van igény a Balatonra. A városban már a szökőkút is elindult a gyerekek nagy örömére, a bátrabbaknak pedig volt lehetősége az idei szezon első fagyijára is. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. 170. hajózási szezon. A megújult Siófok katamarán átadásával kezdődött az idény. Nemzeti otthonteremtési közösség. A kormány 3 millió forinttal támogatja azt, aki a Nokot választja. Tavaszi hangulat. Sokan választották a hosszú hétvégére a Balatont. Ezek voltak a híreink. Most a magazinunk következik. Fő témája az egészség lesz. Címszavakban futball, gyógynövények és a csontritkulás megelőzése. Érdemes lesz velünk tartani. Elérhetőségeink olvashatóak a képernyő alján. Írjanak, hívjanak minket bátran. Az interneten is megtalálnak minket, weboldalunkon, videócsatornánkon, vagy akár a Facebookon is visszanézhetik híreinket, stúdióbeszélgetéseinket. Én mára köszönöm figyelmüket, friss híradóval legközelebb pénteken jelentkezünk. Viszontlátásra!